Na akkor sziasztok motorosok, nézzük a... Eljön ez az idő, és most már tényleg lassan tudunk kezdeni. Süt a nap, ragyogó idő van. Bár annyira meleg nincsen, mondom nektek, 9 fok. De nézzük csak akkor a motoros felszerelés, hogy mi az, ami kell a gyakorlásokhoz. Megmutatnám, kettő részre szedtem, az egyik az, amit én is tudok adni, a másik az lesz, amit nektek kell hozni, abban nem tudok segíteni. Na nézzük csak először is, lentről mondom fölfelé, mutatom is, kellene ilyen csizma, valami hosszú szárú lábbeli, tehát olyan hosszú szárú lábbeli kellene, ami fogja a bokát. Először ez kellene. Lehet téli cipő, tornacipő nem jó, mert az abszolút nem tartja a lábatokat, tehát valami téli bakancs, motoros csizma, bármi jó, de ne legyen ki belőle a bokátok. Aztán kell sűrű szövésű nadrág. Hát én most kihoztam egy mutatóba egy farmert, teljesen hétköznapi farmer, ez is jó, de melegítőben ne gyertek, tehát sűrű szövésű nadrág. Aztán kell hozzá térdvédő, védjük a térdünket hidegtől és az eséstől. Ez kell, jövünk fölfelé, kellene, ide készítettem, mert így egyszerűbb lesz, olyan kabát, amivel van gerincvédelem és van könyökvédelem, itt kopogtatom, hogy van benne könyökvédelem, ilyen kabát is kellene, vagy ez jó protektor ink formájában is, bármi, de legyenek benne ezek a védelmek, tehát a gerinc, könyökvédelem mindenféleképpen legyen benne. Aztán fölvesszük a bukósisakot. A bukósisak. Így. Na most a bukósisaknál az kell, hogy legyen benne, legyen szabványos, legyen benne az ebetű, legyen valami, ami védi a szemet, ez lehet, hogy, illetve lehet síszemüveg, de tényleg olyan legyen, amivel védjük magunkat. És persze kell protektoros kesztyű. Hát itt van, mutatom, hogy egyszerűbb lesz. Itt kopognak a kis protektorok, ezek védenek minket. Ez lehet hosszított, ugye ezt főleg inkább hidegben használjuk, tavasszal, ősszel, de lehet rövidebb verzió, amit nyáron használunk, az is teljesen rendben. És akkor mutatnám úgy, hogy ez is rendben legyen, hogy mi az, amit én tudok adni. Persze itt nagy design választék nincsen, hanem hát azon, ami van. Na mutat, két részre szedve. Tehát tudok adni sisakot, hogyha kell. Tudok adni térdvédőt, gerinc és könyökvédelmet ilyen protectoring formájában. Amit nem tudok adni és nektek kell hozni, az a protektoros kesztyű, az a sűrű szövésű nadrág, és az a lábbeli, ami védi a forgalmi gyakorláshoz. Lesz majd egy plusz tartozékunk, az pedig... Leülök ide. Az pedig nem más, mint egy füles, egy fülberakható fülhallgató, de vezetékes kell, mert a CB-k nem tudnak hozzá csatlakozni más módon a fülhallgatóhoz, ilyen hagyományosan, amit be kell dugni jackdugóval a CB-be. Tehát ezek a felszerelések kellenének, és akkor hamarosan kezdünk. Következő videóm az egy segítség lesz, az a motoros műszakit fogjátok megtalálni, ez segítség lesz a vizsgához. És az azt követő videóm, de ez már rövid időn belül, az pedig már az, hogy ténylegesen kezdünk, és akkor elkezdelek titeket felhívogatni, és attól függően, hogy ki hogyan ér rá, már beszéljük is meg a gyakorlásokat, mert most már bízom benne, hogy talán egyszer láttam ilyen -2 fokot, bízom benne, hogy napközben is lesz olyan hőmérséklet, hogy normálisan, biztonságosan tudjunk gyakorolni. Hát, hogyha valakinek kérdése van, akkor nyugodtan szóljon, hol lett a kedvenc kutyám, még azt megmutatom nektek, Mihályt, hát persze mind a 4 a kedvencem, Misi. Nézzétek csak ő itt Mihályka, igen, a kis, most fogyókurázom, mert közel 70 kiló, megjött Benjike is, na így, hát is van még másik kettő, így vagyunk, fúj, szóval így vagyunk, Misike, ilyen kis közvetlenke, nagyon barátságos velem, amúgy nem annyira, szóval, hamarosan kezdünk, hívlak titeket, de addig is nézzétek meg léci a videókat, mert segítenek, akár ez a felszereléses, akár pedig a majd a műszak is. Annyi kérésem volna, hogyha lehet, akkor, ja, itt van Miske, hogyha lehet, akkor
inkább Messengeren írjatok, vagy Facebookon üzenjetek, mint telefonon, mert nagyon sokszor nem tudom fölvenni a telefont. Ez gyakran megkapom, hogy hívtalak, nem vetted föl. Ez nem azért van, mert hú, kiírt a számod, és nem akarom fölvenni. Többnyire azt sem tudom, hogy ki hív. Nem, egyszerűen azért van, igaz, Mihályka? Azért van, mert olyan pozícióban, mondjuk éppen mondjuk parkolást gyakorolunk, vagy annyira koncentrálnom kell, olyan tanulóval megyek éppen autóval, olyan tanulóval megyek, akire nagyon figyelnem kell, sokat kell beszélnem. Egyszerűen megpróbálom azt, hogy na, maradjunk életben, és ne üljünk meg közben senkit. Na most ezért nem szoktam olyan sűrűn fölvenni a telefont, de ha rám írtok, akkor igyekszem minél hamarabb válaszolni, és visszaírok nektek. Na, akkor elköszönünk. Ha kérdés van, nyugodtan írjatok. Sziasztok!